Folytatódik a Zöld Város program, a Sesta kertben is elkezdték a parkok játszóterek felújítását. Üzemen kívül ideiglenesen leállt az egyes vízműtelep, mert egy jelentős 70 milliós fejlesztést hajt végre a vízmű. Évadismertető, januártól a Nagyerdei stadionban is lesznek előadásai a Csokonai Színház társulatának. Köszöntöm Önöket, ez a Debrecen Televízió hírműsora, a Napszemle. Június 6-a csütörtök van, már is mondjuk a legfrissebb helyi híreket. Elkezdődött a Sesta kert átalakítása is a Zöld Város program részeként. Több közterületen sétányokat építenek, felújítják a játszótereket, és egy sportpályát, valamint egy kondiparkot is létrehoznak. Mindez része az új Phoenix tervnek. A beruházás több mint 200 millió forintba kerül. A Mikszáth Kálmán és a Thomas Mann utcák közötti tömbbelsőben kezdődött el a munka. Egyelőre a rossz állapotú aszfaltot bontják fel a munkagéppel, de hamarosan az építkezés is elkezdődik. Ezen a részen egy sétányt alakítanak majd ki, amit az itt élők is támogattak. A tervező szakaszában volt lehetőség a lakókkal egyeztetni, például bizonyos esetekben a járda szakasz az térkővel lesz ellátva. Ez az ő kifejezett kérésük volt, az is, hogy a kicsiknek, illetve a fiatalabbaknak önálló játszótéri eleme legyen. Ez pedig itt valósul majd meg. A meglévő játszóteret felújítják, kibővítik, egy kondiparkot is építenek mellé, a közeli sportpálya pedig teljesen új gumiburkolatot, új kosárpalánkokat és kézilabda kapukat kap majd. Ez már a Poroszlai Martonfalvi utcák közötti tömb látványterve. Itt is megújul a játszótér és pihenőkertet is kialakítanak. Emellett a beruházás része a zöld felület megújítása is. Mindenféleképpen olyan növények elültetésére van szükség, illetve telepítésére van szükség, amely a tájba beleillik, szereti azt a környezetet, ahol élni fog. A Sesta kert két önkormányzati képviselője azt is elmondta, hogy a városrészben megvalósuló munka 207 millió forintba kerül. Ennek háromnegyedét Európai Uniós forrásból fedezik, amihez 54 millió forint önrészt biztosít a város. Folytatódik a nagy felületű aszfaltozás is az új Phoenix terv keretében. Ezúttal a Cseresznye utca kap új burkolatot. A Lenctelep egyik gerinc útját, amin buszok is közlekednek, 200 méteres szakaszon újítják fel a Ringló és a Monostorpályi út között. Ebben az évben nagy felületű aszfaltozásra összesen 500 millió forintot fordít a város. Ebből 23 millió forintba kerül a Cseresznye utca felújítása. A beruházással várhatóan már a jövő hét végére elkészül a kivitelező. Teljes szélességében aszfaltozzuk újra a Cseresznye utcának ezt a szakaszát, néhol ugye alapot is cserélünk, itt látható, hogy ezen a szakaszon egy alapcsere is történt, és utána kerül rá, felmarják a maradékot, és utána kerül rá az aszfalt. Nagyszabású energetikai korszerűsítésbe kezdett a debreceni vízmű. A 70 millió forintos beruházást követően egy energiatakarékos üzembiztos rendszer fogja segíteni a város vízellátását. A munkák miatt a víznyomás minimálisan csökkenhet, illetve főként a kezdeti időszakban a víz elszíneződhet vagy zavarossá válhat. A beruházás várhatóan július közepére fejeződik be. A régi elektromos kapcsolószekrényeket emelik le a dolgozók, az erős áramú egységek ugyanis elhasználódtak. A debreceni vízmű egyes számú telepe 45 éve lett felavatva, azóta nem történt itt jelentősebb korszerűsítés. Most felújítják a teljes vezérlőberendezést azért, hogy a jövőben üzemzavarok, váratlan meghibásodások ne akadályozzák a folyamatos vízszolgáltatást. A város jelenlegi vízigénye 30-40 ezer köbméter között mozog naponta. Ez a telep ennek az egyharmadát biztosítja. A fejlesztés miatt a víztermelést most a 2-es és a 4-es számú vízműtelepre terhelték át. Ezzel is tudják biztosítani a szükséges mennyiséget a fogyasztóknak. A minőségben viszont átmenetileg lehet változás, hiszen a vezetékrendszeren most más irányból érkezik a víz. Ott felkeveredések és vízirányváltozások is előfordulnak a hálózaton, ami a leülepedett vagy a csővezeték falán kivált vasoxidot elindíthatja a vízáramlással együtt, és ezért időnként zavarosság, sárga szín jelentkezhet a
a vízcsapnál. Ez várhatóan csak az első időszakban alakulhat ki. A remények szerint a hétvégére újra a megszokott jó minőségű vizet szolgáltatja a rendszer. A beruházás 70 millió forintba kerül. A teljes korszerűsítést várhatóan július közepére fejezik be. Addig a vízmű a lakosság türelmét kéri. A szakemberek azt javasolják, hogy a víz közvetlen felhasználása előtt érdemes a csapokat 1-2 perccel korábban kinyitni, addigra ugyanis a víz megtisztul. Ezen kívül a víztisztító berendezések előtisztítóját ilyenkor érdemesebb gyakrabban mosni. A Napszemlét Pincés Marian tudósította. Országos ellenőrző akciót tartott ma a MÁV és a rendőrség a vasúti átjáróban. Ma van a Nemzetközi Útátjárós Biztonsági Nap. Ennek részeként Debrecenben is több helyszínen tartottak közös ellenőrzést a rendőrök és a MÁV szakemberei. Kamerával rögzítették a szabálytalanul áthaladókat. A cél az volt, hogy felhívják a figyelmet a biztonságos közlekedésre. Ennek részeként még szórólapot is osztottak az autósoknak. Az adatok szerint idén májusig a tavalyi év azonos időszakához viszonyítva csökkent a balesetek száma, de így is sok a figyelmetlen sofőr. A balesetek többségét az okozza, hogy a közlekedők túlbecsülik képességeiket, és megpróbálnak még a vonat előtt átérni a vasúti átjáróban. 14 bemutató, új arculat és új játszóhelyek. Izgalmas lesz a 2019-20-as évad a Debreceni Csokonai Színházban. Ez hangzott el ma az évad ismertető tájékoztatón. Januárban megkezdődik a Kossuth utcai épület felújítása, ezért új helyeken lesznek az előadások. Így például a Nagyerdei stadionban is kialakítanak két játszóhelyet. Az idei évad egyik utolsó bemutatója, a hatalmas sikerű Tesztoszteron jövőre is műsoron marad. A komédia díszletében ismertették a Csokonai Színház 2019-2020-as terveit. Jövőre 14 bemutatót láthat a közönség. A teátrum egyebek mellett Mozart, Szöktetés a Szerályból és Puccini Toszka című operáit állítja színre, de lesz Csárdás királynő, Pál utcai fiúk, Jerma és az öreg hölgy látogatása is. Januárban megkezdődik a színház felújítása, ezért új helyeken lesznek az előadások. Az évad ismertető tájékoztatón Gemza Péter igazgató úgy fogalmazott, hatalmas kihívás előtt áll a színház, de bíznak benne, hogy a nézők művészi élményei nem csorbulnak az átmeneti állapotban. Azt gondolom, hogy a Csokonai Színház az igazándiból a társulatról szól, a társulat önmagában a maga a színház, és az, hogy ez milyen épületben fog előadni, az már csak egy másodlagos dolog. A hatalmas munkához az önkormányzat minden segítséget megad. Erről már Komolai Szabolcs beszélt. A város raktárépületet biztosít a teátrumnak a jelmezek, díszletek, világítás technika tárolásához. A színház felújítása alatt az előadások egy része az Agrár Színház termében, illetve a belvárosi közösségi ház pódium termében lesz. Emellett két játszóhelyet a Nagyerdei stadionban is kialakítanak, mondta az alpolgármester. Egy olyan multifunkcionális térrel rendelkező intézményről van szó, amelyet eredendően arra terveztek, hogy sok igényt kiszolgáljon, nem csak sportigényeket. És amikor megnézte a színház műszaki személyzete, illetve vezetősége, akkor mind a két helyszín, mind a holt, mind pedig a sajtószobát alkalmasnak találta arra, hogy színházi előadások legyenek. A tájékoztatón elhangzott, a Csokonai Színház épületében várhatóan a 2022-23-as évadban lesznek újra előadások. Nagy közösségválasztó. Ezzel a címmel rendez szombaton családi programot a Debreceni Művelődési Központ. Közel 30 művészeti és alkotócsoport lép majd színpadra, és további 60 várja a déri térre látogatókat, hangzott el a rendezvény beharangozó tájékoztatóján. Kézműves udvar, játszóház, mesemondás és népzene is szerepel a programok között. Jantyik Zsolt, a DMK igazgatója azt emelte ki, hogy az intézmény évente mintegy 1300 kulturális eseményt szervez. Ezekhez hasonlóan a szombati rendezvény is a közösségek építését és erősítését szolgálja majd. Sikeres évadot zárt a Kodály Filharmónia. Az együttes idén is a hal közben búcsúztatta az idényt. Somogyi Tóth Dániel igazgató kiemelte, egyre több fiatal vált bérletet a hangversenyekre. Az ünnepélyes évadzáron díjakkal ismerték el a kiemelkedő teljesítményt nyújtó zenészek és énekesek munkáját. A Ben Hurból jól ismert dallamok is felcsendültek ma a hal közben. A Kodály Filharmónia ismét szabad téren tartotta évad záróját. Az idén záró eseményen Komolai Szabolcs alpolgármester kiemelte, egyre népszerűbbek a debreceni hangversenyek. Egyre növekszik a fizető nézők száma, és növekszik a bérleteseknek a száma is. És különösen mutatják szakmai színvonalat azt,
azok az előadók, akikkel együtt játszott a zenekar ebben az évadban. Az együttes és az énekkar is több ízben vendégeskedett külföldön, de a helyi koncertekre is nagy az érdeklődés. A debreceni hangversenyekre 21 ezren voltak kíváncsiak az elmúlt évadban. Bérletet csak nem ezren váltottak. Azok, akik hagyományosan a hangversenyekről hiányoznak, a 40-50 éves korosztály, tehát vagy a 30-40 éves korosztály. Belőlük is nagyon sokat látunk mostanában, és ez egy hatalmas öröm, mert nyilván csinálunk olyan koncerteket, ami nyit műfajilag is. Ez biztos, hogy összefüggésben van ezzel a dologgal. Az ünnepi évadzáron több művész kiváló teljesítményét is jutalmazták. A város zenei életének gazdagításáért a Komlósi díjat Tóth József, a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakgimnázium és Zeneiskola igazgatója vehette át. Első alkalommal szerveztek pedagógus nap alkalmából ünnepséget a Debreceni Egyetemen. A rendezvényen több díjat is átadtak. Miricné Kovács Ida vehette át a Klebelsberg Kunó díjat. Jávor András pedig a Debreceni Egyetem tanárképzéséért járó kitüntetését. A Jausz Béla díjat 4 olyan pedagógus kapta, akik az egyetem valamelyik partner vagy gyakorló iskolájában dolgoznak. Szilmesi Zoltán az egyetem rektora köszöntőjében saját életútját felidézve beszélt a pedagógus pálya jelentőségéről. Bár Zoltán kancellár pedig úgy fogalmazott, ez a szakma valójában egy társadalom formáló hivatás. A gyerekeinkkel foglalkoznak, olyan gyerekekkel, akik különböző családi háttérrel, különböző vagyoni helyzetben, különböző attitűddel érkeznek az iskolába, belőlük kell egyrészt közösséget kovácsolni, másrészt pedig mindenkinek személyesen átadni azokat az ismereteket, amivel ő a saját kis életében tovább tud majd haladni. Horoglétrán mászott fel a 3. emeletre Kocsis Fülöp. A görög katolikus érsek metropolita a debreceni tűzoltólak nagyon gyakorló pályáján próbálta ki az országos bajnokságra készülő lánglovagok egyik feladatát. Az ötletet a Debrecen Televízió Próbajáték című műsora adta Kocsis Fülöp számára. Az az, Somikám, jó, lábodal húz le a létrát, legyen rajta súly, ez az. És onnantól csak mit a padlásra másznál. A próbajáték április 25-i adásában a Debrecen Televízió 2 sportriporteres Somorjai Soma és Horváth Zoltán bemutatták, hogyan készülnek az országos tűzoltó bajnokságra a debreceniek. Kollégáink maguk is kipróbálták a feladatokat, például a horoglétra mászást. 8,5 kiló. Annyira nem vészes, egyébként igen. Jó helyen kell megfogni, és akkor egyensúlyban marad. Ma délután már a hajdúdorogi görög katolikus főegyházmegye érsek metropolitája készült fel a kihívásra. Kocsis Fülöp rendszeresen sportol, korábban a sziklamászást is gyakorolta, így amikor Szent Flórián napján találkozott a Hajdú-Bihar megyei katasztrófavédelmi igazgatóság vezetőjével, lehetőséget kért a horoglétra kipróbálására. Egyik ismerősöm mutatta ezt a filmet, amit önök készítettek, hogy ott mentek a létrával, szaladtak föl, az épületre másztak, mondom, azt én is szeretném kipróbálni, úgyhogy már az ünnepségen mondtam igazgatónak, hogy én nem próbálnám ki valamit. És akkor mondja, jó, hát Ercseg úr, hogyha jónak látja, lehetőséget adunk. Kocsis Fülöp sofőrjével együtt vágott neki a feladatnak. Az érsek 2 percen belüli idővel jutott fel a 3. emeletre, amivel kivívta a tűzoltó bajnokságra készülő Kupás Gergő elismerését. Nagyon ügyes, meglepően ügyes, a sofőr is nagyon ügyes, szóval jöhetnek tűzoltónak, akarnak. Ügyesen felvett a létrát, végigmászott, követ az utasításokat. Na, kalappal. Az érsek metropolita végül megáldotta azt a 2 létrát, amit a debreceni lánglovagok magukkal visznek majd az országos bajnokságra. Megkezdte a felkészülést a következő szezonra a DVSC labdarúgó csapata. A játékosoknak mindössze 2 hét pihenő jutott, hiszen a bajnokság előtt az Európa Ligában is helyt kell állniuk. Az első hetekben az alapozáson lesz a hangsúly, június 2. felében pedig edzőmérkőzéseket is játszik majd a Loki. Konditermi feladatokkal kezdődött az első edzés. A játékosok a szokásosnál kevesebbet pihenhettek, de egyáltalán nem bánják. Haris Attila a 2. idényét kezdi meg a DVSC-ben. A középpálya szerint az Európa Liga szereplés nagy lehetőség a fiatal játékosok számára. Első izgatottságom az a sorsolásig lesz. Aztán meglátjuk, hogy mennyire vagyunk szerencsések, és mennyire nem, de tényleg bárki ellen játszhatunk. Szerintem azt kell megmutatnunk, hogy nem hiába vagyunk ott, és hogy tényleg szívvel, lélekkel, mindent beleadva
megmutatni, hogy ez a Debrecen azért egy markáns, egy jó csapat. A konditerem után az erdőben folytatták az edzést a játékosok. A keret az első hetekben alapozó edzéseken vesz részt. Ezt követően kezdenek el készülni a nemzetközi mérkőzésekre. Egy biztos, a játékosok jó kezekben vannak, hiszen a napokban szerződést hosszabbító Herceg András korábban a Bajnokok Ligájában és az Európa Liga elődjének számító UEFA kupában is irányította a DVSC-t. Egy nemzetközi kupában mindig rang játszani, tehát én nagyon nagy dolognak tartom, hogy a csapatot tudja képviseltetni magát. Meglátjuk, akit kapunk, megpróbálunk legjobban felkészülni, és hát természetesen mindig az a célunk, hogy a lehető legtovább sikerüljön állva maradni. A Loki Európa Liga ellenfelét június 18-án sorsolják. Az első felkészülési találkozót június 22-én játsszák, a nemzetközi porondon pedig majd július 11-én lép pályára az együttes. Eddig tartott ma a napszemlet, legközelebb híradóval, holnap este 7 órakor várjuk Önöket. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!